A Horgos-Röszke közúti határátkelőhely közvetlen közelében az egykori jugoszláv határrendőrség romos épületeiben, azok kiszolgáló helyiségeiben, a néhai éttermekben, illetve a vámmentes boltokban az elmúlt hónapokban és évek során időnként egyszerre több száz migráns is meghúzta magát. Innen azonban elszállították őket a nagyobb szerbiai befogadó helyekre, és ide már minden bizonnyal nem is fognak visszatérni, hiszen hamarosan megkezdődik a terep teljes felszámolása. Egyelőre a nyílászárókat szedték ki, az ajtókat és az ablakokat, de hamarosan a tervek szerint az épületek is elbontásra kerülnek. A terepet már megtisztították a gaztól, kivágták a bozótokat, cserjéket, fákat, hogy minden teljesen átlátható legyen. Körülnéztünk a Bácska birtokon is. Ott sincsenek már sem ajtók, sem ablakok, de migránsok sem. Maradt még némi szemét, ruhák és papucsok, elhagyott bőröndök, és még állnak az omladozó épületek, de várhatóan már nem sokáig. Úgy tudjuk, azokat is lebontják. Pató Jolán szerint Horgos belterületén teljes nyugalom van. Külső részeken szoktak látni, de gondolom így konkrét szónak a rendőrségnek, akkor azok kimennek, úgyhogy hát talán most már van ilyen rendőr, gondolom, hogy lehet szólni a rendőröknek, és akkor kimennek. Én ennyit tudok, de mondom, még vannak az emberek nyugodva, tényleg úgy van, hogy ahhoz képest, amilyen volt a helyzet, most sokkal-sokkal jobb. Én már délután 4 órakor becsukom a kaput, és akkor én a bótig járok, meg most befizettem itt a számlákat, ritkán jövök. Nem látok, de sok rendőrkocsi cirkál. Utcákba is ezeket látom. Német rendőrök segítik szerbiai kollégáik munkáját, ott jártunkkor épp az autópálya melletti tanyánál járőröztek. Az ott tartózkodó migránsok szemmel láthatóan nemigen zavartották magukat. Voltak, akik éppen akkor érkeztek, vagy éppen bevásárlásból tértek vissza. A romos épületekben áram is van, telefonjaikat is ott töltik fel. A legközelebbi bolt a forgalmas autópálya túloldalán van, a migránsok viszont a száguldó járművek között mennek át. Fadil Puljai, a Horgosi Helyi Közösség Biztonsági Bizottságának tagja azt mondta, hogy a német rendőrség 2 terepjáróval és 2 járőrcsapattal segíti a szerbiai hatóságok munkáját. Járják körül ők is a terepet, hogy hon vannak. Most megnézem, pár nappal ezelőtt elhordtuk 160-at. Most körülbelül ott kint a tanyán vannak 25-en. Minden nap van emberünk, vagy egy ember van megbízva, aki követi, hogy hol és mennyien vannak, és mihányt egy picit összegyűnnek, annyira, hogy legyen 1-2 buszra való, még ilyen akciót tartunk, úgyhogy szedjük, viszik őket. Fadil Puljai hozzátette, az utóbbi hetekben kevesebb migráns toloncolnak vissza Magyarországról is.